A környezeti változásokkal kell kezdeni. Itt 1901 és 2021 közötti időszakot, ha megnézitek, ez a táblázat azt mutatja, hogy az átlag hőmérséklet Magyarországon, de hát végül is ugyanaz a körzet, ahol ti is laktok, hogyan alakult, és 100 év alatt másfél fokkal emelkedett az átlag hőmérséklet. Ha a 22-es adatokat hozzátennénk, még egy nagy ugrást látnánk. Tehát 22-ben történt valami, ami eddig nem volt. Tehát most az utolsó egy-két évben olyan változás alakult ki, ami szemmel látható, a nagy többség is kezdi fölfogni, hogy igen, itt nagy baj van. Itt meg kell változtatni sok mindent. Bizonyos növények nem lesznek termeszthetőek ebben a térségben, mert bizonyos növényeknek ez a klíma már nem jó. Nyilván itt változtatni kell. Kérem a következőt, majd hogy tudok léptetni ezzel a... Várjunk csak a... Át kell állítani a diabetítést, ne? Ez a... Melyik a diabetítés? Az egérre bíz. Ez? És akkor az elejétől. Nem jó lesz valami? Jó, oké. Nem, itt a kapcsolat az oldalán. Most jó. Jó. Elnézést a technikai gondért. Itt ugye, ami szintén nagyon érdekes kis táblázat, hogy március, április, május hőmérsékletét, ha megnézitek 2022 tavaszán, akkor azt kell mondani, hogy kifogtuk az évszázad leghidegebb márciusát. Tehát mindig legekbe gondolkodunk. A legek azt jelentik, hogy nézzétek meg, ott az átlag hőmérsékletről van szó, tehát a 0 fok alatti hőmérsékleteket, hogyha nézitek, átlag hőmérsékletben, ott bizony van olyan, amikor az átlag hőmérséklet a mínusz 2 körül van, de az éjszaka mínusz 10, nappal meg ugye plusz, tehát ebben az időszakban fagyott el az akác egyszer, kétszer, háromszor nálunk. Majd az akác mézelését meg fogjátok érteni, hogy mekkora mázlink volt. Mert sarjúvirágot fogtunk az idén, és mégis 7 év óta az egyik legjobb évet tudtuk zárni. És az akácnak a biológiáját, hogyha ismeritek, akkor tudni kell, hogy a legjobb akácunk mindig akkor szokott lenni, ha a fa először fehér lesz. Nincsen még szinte zöld levele. Az a fagymentes akác. Amikor a levele jelenik meg először, és majd utána a virága, az mindig fagyott akácot jelent, és nagyon érdekes a rügyeknek a szerkezete, mert ha egy rügyet láttok kijönni, egyetlen egyet, az jellemzően nem fagyott akác. Ha két rügy jön, néha három is, az azt jelenti, hogy a tartalék rügyekből, ami nem fagyott el, abból indul a virágzás, és ilyenkor mindig zöld levele van az akácnak már, mire a virág megjelenik és fehérré kezd válni. Most nagyon érdekes az is, majd a későbbiek során ezzel foglalkozunk, hogy a növényben mi történik, a netkeringés, ahogy beindul, akkor hogyan mozgósítódnak a tartalék tápanyagok. Ugye itt a hőmérséklet januárban, és ez megint érdekes, hogy itt van a, mutatom, itt van a 0 fok, és a 0 fok körüli hőmérséklet, az átlag hőmérsékletről van szó, gyakorlatilag januárban nem nagyon szabadna 0 fok fölé emelkedni a hőmérsékletnek, de itt nézzétek meg, itt vannak a 16 fok, az átlag hőmérsékletről van szó. Hát ha 16 fok az átlag hőmérséklet, akkor ott volt 20 fok is napközben. Aztán van, amikor nyilván lecsökken, de nem az a lényeg. Tehát januárban a fagyos napoknak a száma szinte az egész januárra jellemzőnek kéne lenni. Nem volna szabad januárban kiengedni a fagynak. Itt ugye arról, hogy talaj átfagyjon, vagy szó sincs, hiszen állandóan fölmelegszik. Megyünk tovább.
És a változásokat, hogyha összeszedjük, akkor elmaradtak a hosszú kemény telek, nincs téli csapadék, a növények nem kerülnek megfelelő nyugalmi állapotba, és a nyugalmi állapot hiánya miatt, például most visszakanyarodunk az akác növénynek a tulajdonságaira, ha az akác növényben a netfkeringés megindul, ez nem csak azért rossz, hogy majd elfagy az akác, hanem közben mozgósítódnak azok a tápanyagok, amelyek elraktározódtak. És nagyon érdekes, hogy miért tud az akác akkor virágzani, meg rengeteg nektárt termelni, amikor szinte csak fehér virágja van, és nincsen még zöld level, ami asszimilálna. Mert jegyezzük meg, hogy a nektárba jutó cukor, az nem abban az évben keletkezett, amikor a virágzás történik. Az az előző év tartalékából mozgósítódott. És a lényeg az, hogy ha ez a cukortartalom egyszer, kétszer, háromszor megmozdul, az el is fogy. És ezért van az, hogy a fagyott akác, vagy az a növény, ami Kényában egyszer csak kivirágzik, sose tud annyi nektárt termelni, mint az, amelyik nyugalmi állapotból rögtön a Kánaánba jutott, és rögtön tudott ugye virágzani. Tehát a növények, de ez nem csak az akácra igaz, kérem szépen. A fűzre gondoljatok. Hát ugye itt régi öregek vannak, tudják, hogy a fűzvirágzáskor 8-10 kilós gyarapodások voltak régen. Hol van már ez? A fűz megváltozott? Megváltoztak a méhek? Nem, kérem szépen, az időjárás változott meg. A fűz ugyanúgy mozgósítja a tápanyagait, ha megmozdul a növény netkeringése, és ezért van az, hogy virágpora van. Jó esetben, ha nem fagyott el, mert a fűz is el tud fagyni, de sokszor azt látjuk, hogy a nektár termelése a fűznek elmarad. Ilyen okok miatt, hogy a növények netkeringése túl korán megindult már az decemberben, néha januárban, februárban is, ez többször előfordul, gyakorlatilag a tartalék tápanyagok elindulnak, és a nektár termelésre nem marad. Ez fontos, hogy megértsük, mert gyakorlatilag az egyik változás ez. És itt jön az a kérdés, hogy éves szinten mennyi cukrot kell letetni? Mert emlékezzetek vissza, régen 3 kiló, 5 kiló cukor etetéssel meg lehetett oldani az egész évet. Most hogy legyünk őszinték magunkhoz, hogy hol tartunk. Hát a beteledés sem fölül. Éves szinten, hogyha tavasszal nem adsz a méheknek serkentést, de nem lesz belőlük semmi. Kivéve, aki mondjuk olyan tökéletes jó helyen van, ahol ez nem probléma. De a többsége a méhészeknek sajnos erre rá van kényszerülve. Tehát az egyik technológiai változást meg fogjátok érteni ebből, hogy a növények megváltoztak, a környezet megváltozott, és a megváltozott környezet miatt ugye, és a nálatok nem érdekes annyira, de nálunk borzasztó nagy bajok vannak, mert a megváltozott mezőgazdaság szerkezete, az állattenyésztés és a kertészeti kultúra rovására Magyarországon iparszerű gabonatermelés alakult ki. Tehát nézzétek meg, átjöttök a határon. Nálatok rengeteg nadrágszi parcella van. Hál' Istennek. Örüljetek neki, hogy ez így van. Mezőgazdasági szempontból is örülni kell neki, mert ami nálunk van, az nem egészséges, azt higgyétek el. Tehát ami nálunk van, elmondom mi, 5 kilométeres hosszú táblák vannak, a szélessége meg ki tudja, hogy hány kilométer. A nagybirtokrendszer visszajött Magyarországra. Jönnek majd vissza a bárók is, meg a grófok is, csak még nem úgy hívják őket, de gyakorlatilag a nagybirtokrendszer kialakult. Ugye zsebszerződések, tudjátok, ez ugye mindenütt működik. És mi a helyzet? A nagyüzemi táblás termelésnél, ahhoz, hogy biztonsággal tudjon termelni, rengeteg vegyszert kell használni. A vegyszer használat ott kezdődik, hogy van egy totális gyomírtó, a vetés után ugye gyomírtás, gombaírtás, a rovarírtás, és a többi, és a többi. És nem az az érdekes, hogy a növény jelenleg hogy néz ki, hanem az az érdekes, 20 év múlva ezzel a táblával mi lesz. Ugye vannak olyan vizsgálatok, és itt
utalnék arra, hogyha megnézitek, az interneten rá lehet erre keresni, ugye Károly király most már, mert előtte herceg volt, Erzsébet halálától követően, amíg ő várt arra, hogy majd egyszer csak uralkodó lehessen, eléggé hosszú időt kellett neki várni. Hát amivel foglalkozott, az igazából a királyi gazdaságnak a irányítása volt. Hát gyakorlatilag ott mezőgazdasági műveléstől kezdve az árutermelésen keresztül, az különféle portékák előállításán. Tehát van egy gazdaságuk, ahol ő neki ideológiája volt, hogy egészséges élelmiszert próbál termelni vegyszermentesen. Az állattenyésztésben is ugyanezt tette. Az állattenyésztésben gyakorlatilag minél jobban kerülik azokat a gyógyszereket, beavatkozásokat, ami a hús minőségét vagy a tej minőségét ugye rontaná. És itt jön az a kérdés, hogy amikor a mezőgazdaság megkapja a támadást, hogy mekkora vegyszerfelhasználás van, rögtön visszalőnek, hogy de 9 vagy 7,5 milliárd embert, majd később meg 9,5 milliárd embert jól kell lakatni. Ez csak akkor történhet, hogyha intenzív mezőgazdaság van. És pont Károly herceg volt, aki bebizonyította, hogy nem így van, mert visszatért az eredeti mezőgazdasági kultúrához, aminek az alapja a jó talaj minősége. Tehát nem az számít, hogy mit termesztesz, mert bármit tudsz egy jó talajon termeszteni. És a jó talajon a növények egészségesek lettek, ez nagyon érdekes. És a talaj minőségét úgy kell elképzelni, hogy a jó talajnak a minősége az arról ismerszik meg, hogy veszel egy gram termőtalajt, megnézed a baktérium kultúrának a számát, és 14 ezer fajta baktérium él benne, nem darabszámra, hanem 14 ezer fajta vagy faj baktérium él egy egészséges talajba, minimum. Mit jelent ez? Mindegyik baktériumnak más a tápanyag szükséglete, másként táplálkozik. Mindegyik másból él, valamelyik az egyikre épül, a másikat elfogyasztja, stb. De ami haszna ennek a talajnak? Az, hogy minden tápanyagot, ami ott van, föl tud tárni. A növények részére fölszívható állapotúvá teszi. Ne csak a szerves tápanyagokra gondoljatok, hanem mondok egy másik példát, amit most kutattak ugye ausztrál kutatók, hogy mikroelem ellátás is fontos. A talajokból, hogy a mikroelemek hogyan tudnak fölszívódni a növényekbe, hogyan tudnak ezek értékesülni, ez azon múlik, hogy milyen annak a talajnak a baktérium kultúrája. Mert bizonyos típusú baktériumok képesek arra, hogy például az aranyat is, pont az ausztrál kutatók jöttek erre rá, aranyat is fölszívható állapotúvá tudja változtatni. És kiderült, hogy az arany is mikroelemként működik. Aztán jött a következő megdöbbentő vizsgálat, még az embernél is. Tehát a mikroelemek közül most már az aranyat is oda sorolják, hogy igen, szükséges van rá, minimális mennyiségben ugyan, de szükség van rá. De mondhatom itt a szelént, a jódot, a stb. Amit már mindenki ismer. Most mi a baj azokkal a talajokkal, amit azzal a típusú mezőgazdasági kultúrával művelnek, amit ismertek, hogy letermett a gabona, tárcsázzák, gyomírtják, egy a lényeg, 4-5 fajta baktérium marad a talajban csak, a többi az elpusztul, eltűnik. Gombák azok föl fognak szaporodni, de a baktériumok azok nagyon érzékenyek, azok hamarabb elpusztulnak. És mi ennek az eredménye? Kérem szépen. Az, hogy azt a gabonát, amit elfogyasztasz kenyérként, kifliként, egyebekként, nincs benne semmi. Azon kívül, hogy van benne szénhidrát, van benne valamennyi fehérje, de a mikroelem tartalma az gyakorlatilag a nullához közelít. Ezért van az, hogy most már vitamintabletta nélkül, meg mikroelem pótlás nélkül az ember sem tud normálisan élni. És kérem szépen, tegyük fel ugyanezt a kérdést a méhek szempontjából. A méheknek szüksége van ezekre a mikroelemekre? Hát hogyne? Tehát ami ott termett, nektár, meg virágpor,
az már nem a régi történet. És ezt sokan nem értik meg, hogy olyan minőségi változások történnek az utóbbi időszakban, aminek a következményei hosszú távra ki fognak hatni, és nagyon nehéz lesz ezt az egészet visszafordítani. Tehát a megváltozott mezőgazdasági kultúra, vagy szerkezet, vagy kultúráratlanság, inkább úgy fogalmazzunk, nagyon nagy károkat okoz. Most az állattenyésztés hiánya, vagy az állattenyésztés eltűnése mit jelent? Az, hogy például a legelő területeket nézzétek meg, mi történik a legelő területekkel. Mivel nincs állat, le kell kaszálni. Kaszálni fogják. Egy kaszált terület, gyep, onnan a virágzó növények néhány év alatt eltűnnek. Miért? Mert a virágok egy része csak akkor tud kicsirázni, hogyha az állat gyomrán keresztül jutott, kikerül a trágyájával, és utána fog kicsirázni. Tehát ahhoz, hogy ő ki tudjon csirázni, az állatnak előtte el kell, hogy fogyassza. A virágos növények közül rengeteg ilyen apró magú növény van, ami ugye megjárja az emésztést, előkészül a csirázásra, trágyába belepottyan, nagyon jó helyre pottyan, mert ott ugye gyönyörű szépen ki tud csirázni, megkapja a tápanyagokat is, és ragyogó szépen virágzik a mező. Ha ez ugye eltűnik, és nincs legeltetés, csak kaszálás, ezek a virágzó növények, amit sokan gyomnövénynek tartanak, ezek visszaszorulnak, eltűnnek. Tehát olyan mennyiségű, vagy olyan mértékű változások vannak, amit ugye az utak széle ugyanez a helyzet. Hát ott alig nőtt meg az út szélén a fű, már le is vágták, gyakorlatilag egy monokultúra fű marad a helyén. Hiányoznak a hatékony természetvédelmi, tájvédelmi intézkedések. Ezt egyébként világszerte lehet mondani, mert a természetvédelmet összetévesztik azzal a dologgal, hogy vannak jövevény növények például. Ugye Magyarországon az akácot is annak tekintik jövevény növénynek. De annak tekintik a vaddohányt, annak tekintik a szolidágót, a zöldjuhart és a többi. Vagy a bálványfát. És mit csinálnak a természetvédelmi területeken? Kérem szépen, gyomírtóval ezeket írtják. Természetvédelmi területre gyomírtóval oda menni. Nem csak azt fogja kiírtani, hanem kiírtja az összes többit is. Nincsen olyan, hogy szelektív gyomírtó, és csak az egyiket viszi el. A természetvédelemnek arról kéne szólnia, hogy jó, azt elfogadom, hogy láncfűrésszel oda megy, a bálványfát kivágja, visszaszorítja. Ez még belefér. De az, hogy vegyszerrel ezt csinálják, az nem fér bele. És a természetvédelemnek arról kéne szólnia, hogy tudomásul veszem, hogy ezek a növények idejöttek, hagyom a természetet békén, majd ő tudja, hogy hogy legyen, mint legyen, mert visszaszorulnak azok a növények, higgyétek el, ami jövővények, hiszen a többi esetleg túlnövi, vagy egy lombos erdő túlnövi például az akácot is. Tehát, hogyha az akác oda kerül mondjuk egy lombos erdő aljába, a lombos erdő előbb-utóbb az akácot megöli, visszaszorítja. Csak hagyni kéne békén a természetet. Tehát én szerintem az a természetvédelem, hogy hagyjuk békén, ha kijelöltem annak a területnek, akkor az legyen a természeté. Esetleg fésülhetek rajta azzal, még egyszer mondom, hogy bizonyos növényeket visszafogom, nem engedem, hogy a lombkoronába uralkodjon, és a többi, és a többi. De a természetvédelemnek arról kéne szólnia, hogy békén hagyom a természetet, ahogy van. A következő kérdés, kérem szépen, ami nem csak országszerte, hanem világszerte óriási probléma. Világszerte azt lehet mondani, hogy a folyók szabályozása a hajózhatóság érdekében, az árvízvédelem érdekében túlméretezett lett, fogalmazzunk így. És csak két példát mondok. Magyarországon, illetve nálatok is, Szerbiában két meghatározó folyó van, a Duna meg a Tisza. Meg ugye ennek a mellékfolyó rendszere. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Duna 6 méterrel lentebb folyik, mint az 1800-as évek végén. A Tisza 4 méterrel lentebb folyik. Pont a szabályozás miatt. Gyorsabb folyású lett, kisebb mederbe szorították. Mit csinált? Folyamatosan mélyíti a medrét, a Duna is, a Tisza is. A Dunán még egy nagyon érdekes
jelenség van, mégpedig az, hogy az építőiparhoz rengeteg dunakavicsot szállítanak. Ezt folyamatos kotrással érik el, és a folyamatos kotrás miatt a meder folyamatosan mélyül. Tegyük fel a kérdést, hová tűnt az Alföldről a talajvíz? Hát a víz nem hülye, mint néhány szakemberünk, mert a víz fölfele nem folyik, kérem szépen. A víz csak lefele folyik. Mit csinált a Duna is, meg a Tisza is? Leszívta a talajvizet a saját vízszintjéhez képest. És kérem szépen, ez megdöbbentő, mert a növények egy része képes arra, hogy a talajvízszintet, ha elérem, a nyugvó talajvízszintet, a karógyökérzetén keresztül föl tudja onnan szívni a vizet, még a legnagyobb aszályban is túlél. És minden növénynek más és más a gyökérzet mélysége. Az akácé 12-13 métert képes elé. A szőlő is egyébként ilyen. Tehát a szőlőt kiszáradni nagyon ritkán látjátok. Akkor fog a szőlő kiszáradni, hogyha a nyugvó talajvízszint elszalad, és 12 méter alá csökken a talajvízszint, gyakorlatilag a szőlő ilyen esetben veszélyeztetett növény lesz, mert hogyha nincs elég csapadék, képes kiszáradni. De azokon a területeken, ahol a nyugvó talajvízszint úgymond 4 méter, 5 méter, ott vígan eléri. Az akác szintén ez a növény. De nézzétek meg például, a nagyon érdekes, most a házi kertekben lehetett látni, hogy nem idevaló növények a buxusok, meg a különféle tujafélék. Azoknak a gyökere sekélyen gyökerezik, hát ő ahhoz van szokva a saját területén, hogy a felszínen gyökerezik, a felszínen folyamatosan van csapadék, azt eléri. De itt, hogyha gyakorlatilag eltűnt a talajból a víz, szerencsétlennek nincs más hátra, mint ki kell, hogy száradjon, és ki is száradtak. Ez nagyon szépen lehet látni. Tehát a nyugvó talajvíz szinten, ha nem foglalkozunk, és nem szabad politikát csinálni abból, hogy emlékeztek Bős Nagymaros esetén, politikai csatározásnak a szintere lett egy szakmai kérdés, és nem is építették meg Bős Nagymarost, a szlovákok igen, Magyarországon nem, viszont ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag Magyarországon ez a probléma továbbra sem lett megoldva, mert Bős Nagymarosnak nem az lett volna az elsődleges érdeke vagy szempontja, hogy megduzzasztják a Dunának a vízszintjét ott a felső csücsökben, hanem az lett volna az egyik, ugye az áramtermelés, és Magyarország áramtermelésének a 15%-át tudta volna biztosítani, hanem a másik, ami nagy terv volt, hogy egy méter vastagságú csővezetéken keresztül az öntözést bizonyos területen meg lehetett volna oldani gravitációs úton. Pont. Ez elmaradt. És a lényeg az, hogy eredetileg a Dunán, amikor az eredeti tervek készültek, a Dunaszabályozásnak a tervei még 1800-as években, 5 dunai vízlépcsőt terveztek a magyarországi szakaszon, mondjuk akkor Magyarország még kicsit nagyobb volt. És a lényeg az, hogy ezekből egy sem épült meg. Miért tervezték ezeket a vízlépcsőket? Mert a talajvízszint csökkenését már akkor megjósolták. Ennyi. Ez ugyanígy igaz a ti területetekre is, mert hallottam, hogy ugye kiszáradtak a csatornák, egyebek, ez nem véletlen van. Tehát a nyugvó talajvízszinttel igenis foglalkozni kéne, mert a mezőgazdasági tartalékok ott vannak. Nem az a megoldás, kérem szépen, hogy csőkutakból öntözünk. A csőkutból való öntözéssel mit érünk el? A szomszédnak a vizét elhasználom. A szomszéd növénye fog tönkremenni, az enyém megmarad. De ez butaság. Ennek semmi értelme nincsen. Csőkútból az öntözést én betiltanám. Akkor engedném meg, hogyha ez duzzasztásból, vagy mit tudom én, honnan származik. A másik, ami fontos, és ezt értsétek meg, hogy most foglalkozott például a világnak van egy ilyen természetvédelmi központja, ahol az állatoknak, a vadon élő állatoknak, vadon élő növényeknek a statisztikája történik, hogy milyen mértékű az állatoknak, illetve a növényeknek a kipusztulása világszerte. És megdöbbentő. Tehát olyan mértékű a kihalás
ebben az időszakban, az utóbbi 10-15 évben, hogy a hasonlítható ahhoz, mint amikor a dinoszauruszok ugye kihaltak. Tehát olyan mértékben pusztul a természet, és ne csak arra gondoljatok, hogy kérem szépen eltűnik, mit tudom én, a koala medve, vagy koala maci, hanem eltűnik, kérem szépen, egy csomó virágzó növény, virágzó kultúra, amelyek nem fognak visszajönni. Mert lehet, hogy egy-egy szál a cserében megmarad. De a természetes helyén ott eltűnik. Mondhatom például a pipacsot. Hogy a pipacs egy agresszív növény, ami rendkívül gyorsan tud elfoglalni területeket. De láttok mostanában a pipacsal szennyezett gabonatáblát? Hát nem, mert a gyomirtó elrendezi. Tehát az útszélekre visszaszorul, lehet, hogy megmarad, lehet, hogy nem fog kipusztulni, de a természetes élőhelyéről, a gabonatáblákról eltűnik. Eltűnt a pipacs. A pipacs, kérem szépen, tápláléknövénye nagyon sok élőlénynek. Azok is eltűnnek. Tehát ez olyan, mint a pókháló, bármelyik szálát meghúzom, gyakorlatilag az elfogja. Tehát indokolatlanul sok munkát, földmunkát végeznek, és a tulajdonosok, és a gyakorlatilag ez nem csak azt eredményezi, hogy a növények eltűnnek, hanem még a mezőgazdasági szempontból is óriási károkat okoznak, hiszen azt a területet, ahol letárcsáztad a földet, egy sima földterület lesz. Nézzük meg, hogy mi történik ezzel. Süt a nap. A talajnak a felső felülete 60-70-80 fokra föl tud melegedni. Hát tudjátok, nyáron, aki homokba mezitláb jár, az nem normális, vagy fakír, mert a talpa megég szó szerint, mert ugye 60-80 fokosra fölmelegszik a talaj, és mit eredményez, hogy 60-80 fokra fölmelegszik a talaj? Az, hogy kérem szépen lesz egy nagyon erősen fölszálló légáramlat, ami ráadásul száraz levegőt visz fölfele. És egyszerű fizikáról van szó. Van esélye a csapadék kialakulásának? Nulla. Tehát a fölszálló légáramlás mellett nincsen csapadék. És figyeljétek meg, a zöld felület lehúzza az esőt. A Tisza vonalába, meg a Duna vonalába az ártér környékén mindig több eső van, mert lesz egy leszálló légáramlat, amiatt, hogy le van, vagy lehűl a talaj, de ott, ahol a növénytakaró megmarad a földön, ugyancsak ez a helyzet gyakorlatilag lesz. És ez mind a méhészettel függ össze, higgyétek el. Mert az a fő probléma, hogy nyári időszakban nincsen elegendő legelő, meg elfagynak és itt van ugye februárnak a hőmérséklete, nézzétek meg, itt van a 14-16 fokok az átlag hőmérséklet, van aztán persze hideg is, amikor elfagyott egyszer az akác, aztán itt van a március középhőmérséklete, ugyancsak azt lehet látni, hogy össze-vissza időszakok vannak. És a lényeg az, hogy a természet védelme, elsősorban az emberek védelme érdekében javaslatot kell tennünk hosszú távon, és az a szomorú, hogy ezt egy állatorvosnak kell megtenni, aki ráadásul méhész, és a politikusok ezzel úgymond nem foglalkoznak. És vegyük tudomásul, hogy időjárást rövid távon nem tudjuk megváltoztatni, ezt tudjuk. De hosszú távon igen. Lehet visszafordítani, lehet módosítani. A gazdaságosan nem művelhető területeket vissza kell adni a természetnek. A mélyfekvésű területekből nem mezőgazdasági övezetet kell készíteni, halastavat vagy vissza a semmit érő legelőnek, de az nem semmit érő legelő, az a természetvédelmi központ lesz. A mélyfekvésű területeket, belvizeket ugye meg kell fogni, a belvizeknek az elvezetését, ami tavasszal politikusoknak a programjává szokott válni, hogy na segítsünk a mezőgazdaságnak, na segítsünk a mezőgazdászoknak, szivattyúzzuk a belvizet, hát az butaság. Azt a vizet meg kéne tartani. A folyóinknak a vízszintjét emelni kéne, nem csak nálunk, Európa szerte. Mondok egy nagyon régi példát, ezt nem biztos, hogy ismeritek. Az egyiptomi kultúra az nem most született, tudjátok, tehát 6000 éven legalább. De Egyiptomnak az őskorában
gyakorlatilag nem ekkora volt a mezőgazdasági övezetük, mint most. Volt egy egyiptomi rendelet, vagy jogszabály, vagy akár nem biztos, hogy jogszabálynak hívták, amelyik rabszolga vállalta azt, hogy fölvállal egy területet, és azt öntözi a Nílus partján, ő fölszabadult. Semmi más nem kellett tennie, csak termelnie. Nem vettek el tőle semmit, ő ezt eladhatta szabadon. És tudjátok, hogy csinálták az öntözést? Kézi erővel, meg állati erővel emelték föl a vizet a Nílus partjáról, különféle szintekre juttatták el a területre, és a Nílusnak a övezetébe, nem csak a Nílus deltájába, komoly mezőgazdasági kultúra élt. Jött a római birodalomnak az uralma, tehát mikor Róma ugye elfoglalta Egyiptomot, akkor az első rendelkezésük volt, hogy ezt a fölszabadítást eltörölték, mert Rómának szüksége volt a rabszolgákra. Az a mezőgazdasági kultúra egy tolvonással befejeződött. Gyakorlatilag a mezőgazdasági övezet a Nílus delta vidékére korlátozódik jelenleg is. Tehát Egyiptomban azt a kultúrát, amik élt, azt egy tolvonással el lehetett. Most kérem szépen, ha nem foglalkoznak a víz utánpótlással világszerte, akkor miről beszélünk? Tehát a 9,5 milliárd ember megetetése ezen múlik, nem azon, hogy növényvédőszert használok, vagy nem használok. A vízen. És a víz a kulcs. Ha van víz, van minden, higgyétek el. A másik, tehát a folyóknak a szabályozását át kell gondolni, a víz visszajuttatást. A mennyiségekről néhány gondolat. Egy másodperc alatt a Duna 6000 köbméter vizet visz. Hova jut? Vissza a tengerbe. Neki ez a dolga, ez a körforgása. De 6000 köbmétert másodpercenként meg lehetne fogni, vagy egy részét vissza lehetne juttatni. A mezőgazdasági művelés alá van területeket régen utak határolták. Rengeteg erdősáv volt. És én emlékszem még, amikor a kezdetekben jöttem hozzátok is, nálatok is rengeteg út melletti fa volt, erdősáv is volt. Ezek eltűntek nálatok is. Tehát ha valaki jól megfigyeli, nálatok is elindult valami rossz irányba. Miért volt fontos a dőlőutak mellett az erdősáv? Szigete volt a fogolynak, a fácánnak, a különféle vadaknak, és például a fogoly fácán mekkora hasznot hajtott a mezőgazdaságnak, gondoljatok bele. Mert a fő tápláléka a fogolynak is, meg a fácánnak is a rovarfélék. Például a cserebogarat a fácán előszeretettel megeszi. Amikor a cserebogár rajzás van, akkor a nőivarú cserebogár ugye megtermékenyül, és után mit csinál? Oda megy a talajhoz, a talajba szépen a rengeteg petéjét bele tolja. Ezek a peték kikelnek, elindulnak, a gyökereket elkezdik rágni, és például a megyfa az nem tűri, meg a megyet nagyon szereti például a cserebogár. És nem lehet a megyet lassan termeszteni, mert a cserebogár fiatal korában, még mielőtt megerősödne a fa, kinyírja, kivéve, ha rovarölőszerrel ugye permetezett folyamatosan. Egy példa volt csak, tehát az a pókháló szerkezet, gondoljatok bele. Tehát ez minden összefügg, és hogyha a mezőgazdasági szerkezetben ekkora beavatkozást teszek, hogy gyakorlatilag végül csak hatalmas nagy mezőgazdasági táblák lesznek, akkor a kultúrsivatagot hozzuk létre. A természetvédelmi oldalán alá kell vonni a kisebb területeken élő foltokat is, ahol még van változatos élővilág. Ezeket a jövő érdekében célszerű lenne megvédeni, hogy legalább azok a szigetek, amíg megjön az emberiség esze, megmaradjanak. Nem akarom ezt tovább ragozni, csak ugye nem olyan szempontból érdekes, hogy kifogtuk az évszázad leghidegebb márciusát, meg a május sem volt meleg, emlékezzetek vissza. Itt is az évszázadi rekordot megdöntöttük, és most jön a szerencsénk az akác szempontjából. Emlékeztek,
először sirattuk az akácot, hogy elfagyott. Mert a rügyek azt mutatták, hogy virág az nem biztos, hogy lesz, vagy éppen, hogy lesz rajta, sarjú virág az már biztos, hogy sarjú virág lesz. De nagyon nagy mázlink volt, mert március emlékeztek hűvös volt, az április az olyan közepes hőmérsékletű, a vége hűvös volt, de a májusban szintén azt lehet mondani, hogy aránylag egy hűvösebb időszakot, de nem jéghideg volt, a május olyan kellemes. Volt ideje belombosodni a fának. És a lombja már gyönyörű szépen működött, az asszimiláció el tudott indulni, a cukorpótlás megtörtént, és kérem szépen csodálatos jó akácunk lett, mert volt nektár. A napi gyarapodások 6-7-8 kilós gyarapodások is voltak, ez annak volt köszönhető, hogy a lombozat már tudott dolgozni, nem volt túl meleg, nem volt túl hideg, pont kellemes volt, hosszan elhúzódó akácunk lett, és ez volt a szerencsénk a május időjárás tekintetében. Ugye nem akarom tovább cifrázni az időjárást, hanem a lényeg az, hogy ha ezt megértettük, akkor kezdjük azt látni, hogy az új környezeti feltételekhez a méhészetnek is alkalmazkodnia kell, és még egy gondolatot nem szeretném ezt kihagyni, mert sok mindent meg fogtok érteni, ez az egyik olyan gondolat, ami az időjárásnak a drasztikus változását megmagyarázza. A fagyos napok száma azt jelenti, hogy aznap a hőmérő higanyszála a nulla fokot nem éri el, tehát alatta marad. Ez régen téli időszakban 80-110 nap volt Magyarországon, de ebben a térségben is. Mit eredményezett ez? Ja, most, hogy mennyi? 35-40 nap, sőt 2022-ben ez csak a 20-valahány napra korlátozódott. A talajt folyamatosan lehetett ásni, nem volt átfagyva. Ennek eredménye, hogy a talajban, tehát emlékeztek régen, ugye, miért kellett 80 centi alá tenni a vízcsövet? Ne fagyjon, a fagymentes környezetbe kellett tenni. Mert ugye 60-80 centire régen átfagyott a talaj. Manapság ilyen nincsen, de mit eredményez az ország szerte, hogyha 60-80 centi mélyen átfagy a talaj? Ennek óriási hőkapacitása van. Ha fagyott a talaj, akkor a talajnak a felső légszintjében, az a 3-4 méter magasságban folyamatosan hideg van. Mert hiába jön egy melegbetörés, a melegbetörés köszöni szépen annyi, hogy elkezd csöpögni a jégcsap, de más nem tud eredményezni, hiszen a talajban lévő hatalmas nagy jégtömb, ami egy ország felületét ugye beborítja, az akkora hőkapacitást jelent, hogy esélye nincs a melegbetörésnek erőre kapnia. Nem lesz fölmelegedés, lesz 5 fok, 6 fok, főleg a talaj közelében, nem lesz 20 fok. Mi van akkor, hogyha ez hiányzik? Picit süt a nap, pillanatok alatt 20-25 fokra föl tud melegedni a környezet. Csak amiatt, hogy nincsen a talajban jég. Tehát a fagyos napok száma azt eredményezi, hogy a klíma olyan mértékben változik, hogy kiegyenlítetlenné, hullámzóvá válik. Hát emlékeztek gyerekkorotokban, leesett a hó Erzsébet napkor, ugye, vagy Katalinkor, aztán egészen március közepéig, végéig megmaradt, vagy picit elolvadt, megint újból esett, megint visszajött. És a növények nyugalmi állapotban maradtak végig. És kérem szépen ennyit a másfél fokos hőemelkedésről. Mi van akkor, hogyha ez 4,5 fokot eléri? Kérem szépen, katasztrófa. Akkor nemhogy a növények, az emberiség is nagyon könnyen kipusztulás szélére kerül. Ha a tendencia tovább tart, ugye rendszeres jelentős fagykár éri a növényeket, amely kihat a beporzuló rovarokra, meg az egyéb élőlényekre. Például vizsgálták azt, hogy a madaraknak a túlélése min múlik. Hát a madaraknál is, hogyha azt érzik, hogy itt a tavasz, elkezdenek ugye költeni, túl korán fognak fészket rakni, túl korán, de mindig jön a lehűlés, az első generáció megfázik, kifagy, stb.
A másik kérdés az aszály. Tehát óriási mértékű az aszály világszerte, országszerte, Európa szerte, de mondok egy távolabbi példát, hogy értsétek. Pekinghez a sivatag éves szinten 50 kilométeres sebességgel közeledik. Megdöbbentő adat. Onnan is rengeteg menekült el fog ám indulni a világ különféle pontjaira. Ugye nézzük a méhek szempontjából. A méhésznek meg a méhnek a barátja a tél, ezt higgyétek el, ez egy régi mondás. Ezt még az öreg méhészek, idős méhészektől hallottam még a 70-es, 80-as években. Én először mosolyogtam ezen, de most már értem. Ugyanis a méhek nyugalma mit jelent? Októberben befejezik a fiasítást, október elején, közepén, és november, december, két hónapon keresztül fiasításmentes időszak következik. Nagyon érdekes, és ezt nem kell magyarázni, de a természet ez így működik. A természet mit figyel? Figyeli a holdállást, figyeli a napnak a változását. Amikor kezdenek hosszabbodni a nappalok, függetlenül attól, hogy milyen idő van januárban, lehet mínusz 10 fok is, de a hosszabbodó nappalok mit eredményeznek? A méhek érzik, hogy itt a tavasz, nem sokára, el kell indítani a következő generációt, és el is indítják, ha nem több tenyérnyi nagyságon a fiasítás elindul január elején. Még a legnagyobb hidegekben is, mert a nappalok elkezdenek hosszabbodni. Ugye ez volt a régi természetes környezete a krajnai méhünknek, ami teljesen másként viselkedik, mint a szíriai, vagy az olasz, vagy a trópusokon, szubtrópusokon élő, mert ezeknek a méheknek nyugalomra van szükségük. Nem csak az atka szempontjából, hanem egyáltalán. Ők ezt szokták meg. Nagyon érdekes, hogy a nyugalmi állapot után, amikor beindult a fiasítás, és eljön a február, március, robbanásszerűen fejlődenek ezek a családok. Nyilván a belső tartalékokat először használják, de március körül történik a természetben valami, és csak március körül történt korábban, megindul a lágyszárú növényeknek, a fárszárú növényeknek a tömeges virágzása, és a tömeges virágzás az folyamatos jó ellátást biztosít. Ugye erről nem beszélhetünk, mert novemberben meg decemberben még van fiasítás, meg januárban már van fiasítás, tehát a méhek nyugalmi állapotáról nem tudunk szólni. Mit eredményez ez a kifejlett méheknél? Elöregszenek. Az a nemzedék, ami kialakult közben, az meg semmit nem ér, hiszen táplálék hiányában alakultak ki. Itt van egy összehasonlítás, erre nagyon büszke vagyok, mert ebben több tíz éves munka van. Ugye azt kell tudni, hogy Kecskeméten nálunk az egyik telephelyünkön van egy központi ivadék teljesítményvizsgáló telephely. Ott a központi ivadék vizsgáló telephelyen olyan méhcsaládokat tartunk, amelyek egy méhanya nevelőtől küld 10 méhanyát, ebből általában 8-9 szokott megmaradni a telepítés után, és ezeknek a teljesítményét vizsgáljuk. De úgy, hogy ennek se erősítés nem adható, se megfejni ezeket a családokat nem lehet, tehát nem az a szokvány méhészet, ahol kiegyenlítitek meg egyebek, hanem ősszel, amikor beterelnek, akkor egyszer kiegyenlítettük őket, és a következő évben amelyik család amit tud, azt produkálja, azt mutatja, azt kell vizsgálni. És az ottani adatokat, ha itt megnézitek, ez a 2021-es sor, ez a 2022-es sor, ez meg a több tíz éves átlag, hogy mennyi fiasításnak kéne lenni. És megdöbbentő, januárban félkeretről van szó, 3-4 félkeretünk van. 2021-ben, 2022-ben 2-3 keretünk. Mennyinek kéne? 0-2-nek. Tehát amit mondtam, hogy januárban megindul a nappalok hosszabbodása, elindul a fiasítás, de nem úgy, hogy 3-4 keret. De a jó idő miatt ezt hozta. Februárban 3-4 keret, 3-4 keret, és nézzétek meg, februárban ez a 3-4 keret ezzel is fogadható. Csak mi a helyzet? Egy hónappal korábban elindult az a 3-4 keretes állapot. Egy hónappal az idős méheknek a kora lecsökken. Nézzük a márciusit. Márciusban 4-5 keret, 3-4 keret, és mennyinek kéne lenni? 6-8 keretnek, mert
az utóbbi időszakban az a tendencia történik, hogy tél ugyan nincsen, de a tél visszaköszön március körül. És márciusban ahelyett, hogy fokozatosan emelkedne a hőmérséklet, és a fagymentes napok miatt a növények elkezdenének termelni, a növények folyamatosan károsodnak. 2022-ben olyan mértékű volt az aszály nálunk, hogy a lágyszárú növények elő se jöttek virágzani. Tehát olyan mértékű volt az aszály. Nyilván ez kihat a fiasítás mennyiségére, mindenre kihat. Áprilisban 3-10 keretre szétnőtt a család, 2021-ben azt lehetett látni, hogy 2021-ben a családok egy része elköszönt a termelésből, összeroppantak. Egy része szépen följött, de mennyinek kéne lenni, nézzétek meg, 10-12-nek. A 12 keret fiasítás a félkeretes nagybocsonádinál azt jelenti, hogy akác érett a család. És mi a helyzet? Ez a három keretessel tudsz termelni? Nem tudsz termelni. És ez évek óta ismétlődik. Évek óta ez a kínlódás megvan, hogy a koratavasz időszakban szétnő az állomány. Fejed tetejére állhatsz, csinálhatsz akármit. Persze ezt kiegyenlítéssel meg lehet csinálni, de ahol nem lehet kiegyenlíteni, akkor ez a helyzet. Májusban 6-16 keret alakult, 6-18 keret a 2022-ben, és mennyinek kéne lenni? 10-20 keretnek. Tehát itt is azt lehet látni, hogy az a Krajnaira jellemző, logaritmikusan ugró mécsalád fejlődés, ami korábban a 70-es, 80-as években megvolt, ez már nincs meg. Azt lehet mondani, hogy itt bizony nagyon nagy elmaradások vannak, mert a 6 keretessel nem tudsz mit kezdeni. Ez nem lesz termelő család. És ami még nagyon érdekes, hogy a rajzásos éveknek a gyakorisága az egyre szaporodik. Mert a rajzást, tapasztalt idős méhész tudja, hogy a jó hordás esetén nincsen rajzás. Azonban, hogyha vontatott a hordás, hogy van is hordás, meg nincs is hordás, a fészek nincsen teljesen kiszorítva, a fiasítás folyamatosan ki tud terjedni, akkor lesz rajzás. És ezek az évek sajnos gyarapodnak. 21-ben ugye jelentős volt, 22-ben a tömeges rajzás elmaradt. Miért? Mert 22-ben az akácméz kiszorította, tehát nem volt vontatott hordás ebben az időszakban. A hordás elrendezte. A bölcsőkezdetek érdekes módon 22-ben is megjelentek. De beindult a hordás, gond nélkül eltűntek, visszaszorultak. És mi egészségügyi helyzet értékelése? Kérem szépen, ezt jegyezzétek meg, a legdrágább kaptár az üres kaptár. Én sok méhészt ismerek. Sok méhésznek tudom, hogy volt valamikor 200 családja, most van 60 családja. Ott van a színben a többi elraktár. Majd jobb időkben még jó lesz az. Hát nem lesz a bú semmi, az gyakorlatilag tönkre fog menni. Nem tudok olyan méhészetet, ahol ne volna egy pár torony félre rakva, ahol a kiürült kaptárak sorakoznak. Keretestű, mindenestű, van, ahol a keretet ugye külön rakják, lekénezik, ózongenerátorral mindennel ugye védik, de ez egyre gyakoribbá válik. Főleg a tavasz időszakban, aztán majd ősszel lehet, hogy visszaszaporítja. És az átlagos veszteség, amit el tudunk fogadni, az a 10-20% között változik. Ugye van jó néhány méhész cimborám, amikor januárban mondja, hogy nekem mind a 100 röpül, én örülök neki, de mindig azt szoktam kérdezni, ezt tedd meg, hogy hívjál föl engem akác előtt, és mondd meg, hogy a 100 családból mennyivel tudtál vándorolni. Mert a téli veszteség nem januárban fejeződik be, hanem a téli veszteség majd a fölkészülés időszakába dől el, hogy mennyi családot tudtál elvinni, pörgetni, vagy vándorolni. És amikor a méhésszel legközelebb találkoztam, őszintén bevallja, hogy a 100 családból 60-at vitt vándorolni, mert a többinek nem volt értelme. És ez sajnos általánossá válik. Tehát 10-20% még elfogadható, tehát ha 80 családdal elmegy vándorolni a 100-ból, azt mondom, hogy tökéletesen dolgozik. Rendkívüli veszteségek. 86-87-ben 57%-ra volt a mély veszteség koratavaszig.
Ekkor volt az Atka elleni védekezésnek egyik nagy pörje, ugye a Varesszenz füstölőcsík rossz lett, de nem csak az volt a rossz, hanem az időjárás, meg az előtte való éveknek az Atka földúsulása. Azt eredményezte, hogy nagy boom lett belőle. 2002-2003 30%, 2007-2008 35%, 2014-15 30-40%, 18 30-40%, 21 közül közel 30%, 22-25%, és mondom a 23-as évet. 40-60%-ra becsülöm a mélyveszteséget koratavaszra. Ezt miért mondom? Azért, mert én megnéztem a méheknek a fehérjetes zsírtes tartalékainak a vastagságát, ami a világporhiány miatt gyakorlatilag katasztrofális. Ezek a méhek, amik most beteleltek, lehet, hogy most még látszatra jók, de telelésre alkalmatlanok, arra meg különösen alkalmatlanok, hogy a tavaszt hosszú távon gondozással, egyebekkel megéljék, majd látni fogjátok, hogy fokozatosan roppannak össze, csökkennek a családok. Semmi más oka nincs ennek, mint a rendkívüli helyzet miatt kialakult táplálékhiány. Mit jelent ez a táplálékhiány? Nem az, hogy nem tudtál cukrot adni neki, mert a cukor az csak az szénhidrátot biztosítja. Nem tudtak a méhek elegendő fehérjét összeszedni a virágpor hiány miatt, mert gondoljatok bele, július közepétől számítva, végétől számítva, egészen szeptember 10-éig gyakorlatilag folyamatos virágpor hiány volt. Nem csak itt, nem csak nálunk, Európa szerte. Tehát nagyon nagy bajok lesznek, és aki most odaadja a mézét 1500 forintért, vagy 1800 forintért, bocsánat a kifejezésért, az mit csinál? A saját sírját ássa meg a méheinek. Ha nem fogja nem tudja megvenni majd a cukrot 550 forintért, mert nem fogja tudni megvenni a gyógyszert, aminek az ára csillagászati égekben van, a fuvart nem tudja biztosítani, és a többi, és a többi. És 2500-3000 alatt nem szabad eladni az akácmézet, és 1003 körül kell adni a vegyes mézet ahhoz, hogy egyáltalán a nullára kigyere, vagy valamiféle jövőképed lehessen. És az új környezeti feltételekhez igazodó technológia kell. Ugye mit mondtunk? A méhcsaládoknak a megőrzése az lassan művészetté kezd válni. És kérem szépen, tudomásul kell venni, hogy akit áttereltettem, én tőle minden áron termelést is szeretnék, és ahhoz, hogy termeljen a méhcsalád, mi kell? Időben el kell tudni indítani. A serkentést régen a természet elvégezte. Reméljük, hogy 2023-ban is elvégzi. Tételezzük föl, hogy lesz téli csapadék. És a tyúkfúr, a gyermekláncfű, a korai fűz, a mind nektározni fog. De ez nem így lesz, én nagyon jól tudom. Virágport lehet, hogy tudnak adni, de nektárt nem. És leginkább a folyadék és a nektár hiányzik koratavasszal a méhcsaládnak. Valamennyi méhkenyérelők rendelkeznek, amit elraktároztak. Tehát az egy hétig, két hétig elengedő nekik, ami a kaptárban van. Nem tovább, egy hétig, két hétig elegendő. Ezért március elejétől kezdődve, ez március 1-jét jelent, a híg táplálékkal való serkentését a méheknek el kell kezdeni. Nyilván egy nagyon erős szűkítés mellett. A szűkítés azt jelenti, hogy jobbról, balról, fölülről, alulról, hőtükör, hőpárna, stb. Azért, hogy a méhcsalád a 34-35 fokot a fészekbe folyamatosan tudja tartani, gond nélkül, energiabefektetés nélkül szinte. A híg táplálék mire kell? Nem táplálékpótlásra, hanem arra, hogy azt a sűrű mézet, ami a kaptárban van, föl tudják oldani, át tudják alakítani, fiasítássá tudják nevelni. Ilyen egyszerű a történet. Ezt a híg táplálékot, ha elkezded adni, figyeld meg az anyával, mi történik. Mert mindig azt mondom, hogy nézzük meg, hogy minek mi az oka, mi az összefüggése. És kérem szépen, nagyon érdekes, majd a méhekkel is foglalkozzunk egy kicsit, a dajka méhekkel. Kezdjük az anyával.
az anyának a petézési száma az azon múlik, hogy a dajkamélyek milyen minőségű tápanyagot adnak az anyának, és mennyit. És a kezdeti időszakban a petézési szám az 100 alatt van, 100 fölé kerül, akkor már örülünk neki. 400 körül van, akkor már nagyon szépen kezd a család kiterjedni. De nekem nem az a lényeg, hanem a fiasításra, rendelkezésre álló helyet, ha megnézed a koratavasz időszakban, akkor azt kell mondani, hogy na, hát az mondjuk 4-5-6 keretnyi terület. Érdekes módon, hogyha ezt az anya bepetézte, utána szünetnek kell következnie, mert meg kell várni, ez ki kelljen, újból akkor tud majd a helyére fiasítani. Tehát nem arról van szó, hogy minden nap ugyanazt csinálod, hanem figyeled a folyamatot, na, te dobta a fészket fiasítással, akkor picit vissza lehet fogni a serkentést. Mert nincs értelme akkor serkenteni, amikor már nincs hova pakolni. Akkor csak dolgoztatod a méheket fölöslegesen. Tehát úgymond, a méhekkel együtt kell élni, érezni kell. Megbeszéltük az anya petézési számát. Nézzük meg, kérem szépen, hogy a dajka méhek mire képesek. Ugye a szerencsétlen méh arra van késztetve, hogy az őszi méhek fél évig kéne, hogy éljenek ahhoz, hogy a családba az egészséges nemzedékváltás gond nélkül bekövetkezzen. Ezek a méhek ugye fél évig élnek, viszont azt is kell tudni, hogy egy dajka méhnek a teljesítménye, hogy ő mit tud teljesítményként leadni, az meg tőled is függ. Nagyon egyszerű példa, ugye az állattenyésztésből ragadjunk ki egy jó termelő tehenet, ami 500 kilós, naponta jó esetben termel 40 liter tejet átlagban. Gondoljunk bele, hogy a méhecske mire képes. Ha a méhecske 500 kilós lenne, naponta 350 liter pempőt tudna termelni. Eszméletlen teljesítmény. De hozzáteszem azt is, hogy ezt a teljesítményt csak akkor tudja leadni, ha minden rendelkezésére áll, folyadék, cukor, fehérje, és folyamatosan annyit zabál, amennyit akar. Mi a helyzet akkor, ha bejön a márciusi hideg időjárás, nincs kedve a méheknek ugye fűteni, nincs kedve, visszaszorul a fiasítás, de azt kell tudni, ez a dajka méh beáll a termelése 50-100 literre, a 350 liter helyett, és nem tudja azt a teljesítményt leadni. Tehát magyarán, amelyik tehenet nem eteted meg, az nem is fog tejet termelni. Amelyik méhet nem eteted meg, az nem is fog pempőt termelni. És ki fogja átadni a következő stafétabotot a következő generációnak? Mit csináltál? Hagytad, hogy szépen a szemed láttára összeroppanjon a méhcsalád. Ezért kell azt mondani, hogy mióta megváltozott a környezet, a március elején tartó serkentés, szűkítés, rengeteget kell dolgozni márciusban. A méhésznek márciusban kell a legtöbbet dolgoznia. Manuális méhészeti munka március-április időszakra esik leginkább. A következő pont, ami véleményem szerint az egyik legfontosabb. Tehát én ugye régóta anyaneveléssel foglalkozom. Én hál' Istennek látom azt is, hogy melyik törzs anyának milyen utódai vannak. És vannak olyan vérvonalak, nem viccelek, aki mondjuk az átlag termelés legyen 25 kiló akácon. De az egyik tud 80 kilót is termelni, a másik meg lehet, hogy semmit. Min múlik az, hogy az egyik 80 kilót, másik meg semmit termel? Nem a méhtömegen sokszor, hanem a gyűjtési kedven, a szerítségen, a stb. Nagyon jól tudom, a szerít családok termelnek a legtöbbet mindig. Tehát aki azt mondja, hogy a vadcsalád többet termel, ez nem igaz. A vadcsalád azért termel többet esetleg, mert az előző alkalommal a mézet nem merted elszedni tőle. De hogyha a mézet mindig elszedett tőle, az nem fog többet termelni. A vadcsalád az eleve nyugtalan, nem termel úgy. Tehát a másik, neked méhészkedned kell. Ha nézed, 5 percnél többet egy családra nem szabad időt fordítani. Mert ha többet fordítasz, akkor nem vagy már gazdaságos. És csak szerint nyugodt viselkedésű családokat tűrünk meg. A jó termelés az szintén elvárt.
Mert a termelés szempontjából az egészségügyi kérdés az egyik, a másik pedig az, hogy a tulajdonsága a családnak olyan legyen, hogy igen, termelek. A nem odaillőket selejtezni kell. A selejtezés mit jelent? Éves szinten 3-4-szer legalább 20-20%-os selejtezést el kell végezni. Ez nem azt mondja, hogy a családot kinyírod, hanem kap egy S betűt a kaptár, azt jelenti, hogy legközelebbi alkalommal, amikor bölcső van a kezedbe, vagy párzott anya, vagy kinek milyen, akkor a nem jó teljesítményű anyát le kell cserélni. És ez éves szinten 3-4-szer 20-20%. Ha ezt nem teszed meg, akkor az állományod folyamatosan szét fog nőni, termelés szempontjából kiegyenlítetlenné válik, nem tudsz egységes méhészeti beavatkozást folytatni, nem tudsz olyat csinálni, minden kaptáron ugyanazt a munkát végigvinni. A következő, ami szintén szentségtörés, hogyha ezt a 70-es, 80-es években én ezt az előadást elmondtam volna, biztos, hogy nekem esnek a méhészek. Mert a hordástalan időszakban a serkentő adagon felül táplálékot is kell adni a méheknek. Figyeljétek meg, a méhek nagyon jó könyvelők. Ugye mit jelent a könyvelési tehetségük? Érzik, hogy a méh családban 4-5 kiló alá csökkent a méz készlet. Mit csinálnak a méhek? Leállnak. Ha nyitott méz is eltűnik, akkor meg főleg leállnak. Tehát ha a méhek nem érzik a fenekük alatt a 4-5 kiló mézet biztonságban, akkor leállnak. Miért kell leállniuk? Mert ha továbbra is intenzív fiasítás, intenzív munka, intenzív ez, intenzív az, akkor pillanatok alatt a tartalékokat fölérik és halálra ítélték saját magukat. Ezért a méhésznek azt figyelni kell, hogy 4-5 kiló méz ott van. Most az új állatvédelmi Magyarországon lett egy új fajta támogatás, ezt nektek is tudom ajánlani, ugye erőcsatlakozásos szakaszban vagytok. Az állatvédelmi támogatást a méhészetben nyugodtan el lehet indítani. Ez azt jelenti, hogy vállal a méhész különféle feladatokat, hogy igen, ezt teljesítem. Például az egyik, hogy mindig hagyok 4-5 kiló mézet a kaptárban, nem szedem ki az összeset a méhek védelme érdekében. Akkor olyan röpdeszkát tesztek, ahol a méhek könnyebben tudnak landolni, stb. Stb. Tehát egyet jegyezzetek meg, hordástalan időszakban föltétlen kell pótolni az eleséget, hiszen ha nem fogod pótolni, akkor jön a nozéma, jön az állomány korösszetételének a megváltozása, a fiatal méhek eltűnnek, a jövődet tönkreteszed. A negyedik pont, szintén a technológia része, a betegségektől való mentesség. Ez egy szép szlogen, mert mindenki azt mondja, az én állományom egészséges. Megszoktam ki, utoljára mikor küldtél mintát az intézetbe? Hát én még olyat nem csináltam. Akkor honnan tudod, hogy egészséges? Csak a nozéma tekintetében szoktam mondani, hogy ha a nozémát saját magad vizsgálod, rá fogsz jönni, hogy minden ötödik családban nozéma egy-két kereszt szinten ott van. Ha akarod, ha nem. Ha történik egy mérgezés, történik egy éhezés, egy hosszabb ideig tartó éhezés, mondom az arányt, most rengeteg mintát hoztak oda hozzám a méhész barátaim, megvizsgáltam a méheiket, 80-100%-ban 3-4 kereszt nozéma fertőzöttséget lehetett mutatni az ősz elejé időszakban, amikor a méhek éheztek. Ha ezt a méhész nem veszi észre, mit eredményez ez? A fiasítás nevelőképesség a család erőviszonyaihoz képest jelentősen visszaesik. A fiasítás hiánya miatt, meg ez egy öngerjesztő folyamat, még rosszabbá válik a helyzet. Mit kellett volna csak csinálni? Kimenni az árokszélre, a lósóskát leszedni, abból egy teát főzni, egy teás, lósóskás teás szörppel megitatni. Tehát nem azt mondtam, hogy a drága gyógyszert vegyétek meg. Ugye a fumagilinre sokan esküsznek. A fumagilin, bocsánat a kifejezésért, de még az se éri meg. Hát nincs olyan hatása, amit mondjuk egy lósóska tejával el tudná érni. Csak nem ismerik a méhészek. Nagyon egyszerű, 10 liter vízbe teszed 1 kiló lósóskát szárastól, tehát a szárában meg a magjában van a hatóanyag, akkor kell leszedni, amikor már barnul. Megszárítod,
meccsolóval kisebb darabokra összevágott, hogy beleférjen az edénybe, főződ egy 15-20 percig, kifőd belőle a hatóanyag, és a 100 liter szörphöz kell önteni 1 litert ebből a teából. Nem is sok. Nagyon egyszerű az elkészítése, mindenki meg tudja tenni, és még egyszer mondom, a nozémás időszakban, mérgezés után azonnal, a éhezés körüli időszakban azonnal ezt el kell kezdeni. De a betegségektől való mentességnek a másik kérdése, tudjátok most már a méheknek, ugye az utóbbi időszakban rendkívül gyakran fordul elő a spiroplazma apis nevezetű kórokozó. És a tiszteltetem én a professzorokat, akik ezt leírják, mert a név az helytelen. Ugyanis a spiroplazma az jellemzően a növényekben, virágzó növényekben tud elszaporodni, csapadékos években. Miért nem volt 2022-ben spiroplazma fertőzése a méheknek? Mert korábban 75%-os mértékű volt repce virágzás idején a spiroplazma előfordulása, meg a méhcsaládok egy része össze is roppant emiatt. Azért, mert volt egy szárazság, a növényekben nem tudott földúsulni. De ha már itt vagyunk, tegyük fel a kérdést, hogy miért van az, hogy az utóbbi évtizedben a spiroplazma a repcevirágban föl tud dúsulni? Nagyon egyszerű, kérem szépen. Ezt a típusú növényvédelmet, ezt a típusú agrárgazdaságot, amit csinálunk, a növények ellenálló képessége is lecsökken, a baktériumok el tudnak bennük szaporodni. Ennyi, ilyen egyszerű a történet. És a spiroplazma ugye 2022-ben nem nagyon fordult elő, azonban az atkával érdekes dolgot lehet megfigyelni. Az atka szaporodása az ciklikusan történik, hogy ciklikusan bújik be a fiasításba, ciklikusan jön ki, és ha jön egy hidegebb periódus, akkor az atka szaporodás is a fiasítás hiánya miatt ugye lecsökken. A koratavaszi időszakban az atka nem dúsult föl Magyarországon. Nagyon sok méhész elkényelmesedett, hogy nem látott atkát. Volt, aki se tavasszal, se nyáron pont emiatt nem kezelt. De egyet nem vett tudomásul. Amikor kiterjedt a fiasítás, akkor jellemzően a fiasítás eltakarja, elrejti a rengeteg atkáját. Majd amikor az ősz elején, nyár végén a arányaiba rengeteg fiasítás kikel, és az idősebb méheknek a korosztálya is lecsökken, akkor azt fogja látni, hogy hoppá, itt nagy baj van, mert rengeteg atkája van. És megint azt kell mondani, hogy a betegségektől való mentességet, ha méhész folyamatosan nézte volna úgy, hogy nézi a kaptár alján lepotyogott atkák számát, amit mindig úgy kell nézni, hogy van egy higiénikus kaptár aljad, előtte valóna bekered híg parafinnal, vagy használt étolajjal, egy teddy hengerrel a lapot, 24 óra után kihúzod, és látod, hogy belepottyanva ebbe a kenőcsbe, ott van az egy atka. Beszorzod 1500-zal, és megvan az atkák száma. Ha nincs bekenve a lapnak az alja, mi történik? A hangyák elhordják. Majd látni fogod, hogy rengeteg hangyát is megfog ez a bekent ragacs, mert a hangyák bele pusztulnak. Másik lehetőséget, hogy fogsz egy ilyen műanyag poharat, ugye a 2 deciset félig megtöltöd, és akkor gyakorlatilag töltesz rá egy 2 kis kanálnyi porcukrot, összerázod a méheket, megfordítod a poharat, visszarázod a porcukrot egy tányérba, öntesz bele vizet, a vízben ugye feloldódik a cukor, ott maradnak az atkák. Ha egy van benne, már baj van, ha nincsen benne, örülsz neki. Ha 2 van benne, akkor azonnal kezelni kell, ha 3 van benne, akkor kénlapot a családnak. Mert nincs értelme egy nagyon erősen atkafertőzött család kezelésének. Mit fogsz eredményezni azzal, hogy elkezded ezeket kezelni? Úgy is összeroppan ez a család. Majd lerabolják, viszik a vírusbetegségeket, amit tudom én mit odébb. Tehát az atka számot folyamatosan figyelni kell és karba kell tartani. A fiasítás nevelő képesség a következő, amit figyelni kell. Tehát nem olyan sok dolgot kell a méhcsaládni, és ne az összes méhcsaládot figyeljétek, nem kell az összes méhcsaládnak az adatát fölírni. Egy telephelyen 8-10 kaptár legyen kijelölve, az folyamatosan nézed. Ha a nyitott fiasítás nagybocsonádi keretre, ugye ti ázsi kerettel, vagy nem tudom milyen kerettel dolgoztok,
nálatok meg, ha nyitott fiasítás, ott is másfél keret alá csökken, fogalmazzunk így. Tegyük fel a kérdést, mi lesz akkor 5 hét múlva ezzel a családdal? Mondom, 5 hét múlva ennek a családnak a népessége ekkora. Hogy fogja ő megnevelni a téli népességet? Vagy hogy fog ő fölkészülni a napraforgóra, vagy a bármelyik, sehogy? Nem tud, nincs elegendő létszám. Tehát ezért mondom, másfél mindig legyen. Mit jelent a másfél keret? Az, hogy egy keret, ha ki kell, 3 keretet fog takarni. És ugye a nyitott fiasítás időszaka az a rövidebb. A fedett fiasítás az a hosszabb. Sok méhész becsapódik azáltal, hogy nézi, hogy van nekem 5-6 keret fiasításom. Nagyon jó a helyzet. Persze. De mind fedett. Mi van a fedett fiasítás kikel, és utána mi lesz? Tehát van egy minimális fiatal méh létszám, ami ahhoz szükségeltetik, hogy a következő nemzedéket megnevelje. Jegyezzétek meg, hogy ez a mennyiség, méh mennyiség másfél nyitott keretet jelent. Ha ez a másfél nyitott fiasítás ott van folyamatosan, a méh családot folyamatosan erős marad. Ha ez heteken keresztül eltűnik, akkor a méh családot hullámzásba fog kezdeni, és lesznek időszakok, amikor a fiasítás nem tudja elegendő mértékben előállítani. Mert az fiatal méhek kellene, idős méhekkel nem tudsz dajkáltatni. Ugye előszedtek könyveket, Őrösi, Báró Ambrózi, lehet itt sorolni a Sőtér, Kálmán, stb. Többen leírták azt, főleg akik tapasztalatlanabb írók voltak, meg előszedték az előző írományokat és átmásolták, hogy az idős méheket is rá lehet kényszeríteni arra, hogy fiasítást gondozzanak, neveljenek, és ez eredményes is. Csak ezt senki nem vizsgálta meg, Őrösi az egyedüli, aki ezt megcáfolta. Kérem szépen, idős méhekkel nem lehet dajkáltatni. Ugyanis közben, amikor ők biológiai változásuk történik, elveszítik azt a mirigyüket, amely erre képes. Ugye csak arra gondoljatok, hogy mit tudom én, a tejtermelés szempontjából is van egy elapadt tehén. Az elapadt tehénnel lehet tejet termelni? Hát nem, hát nevetséges. Na most, hogy ha ezt elolvassa valaki, azért gondoljatok már a kritikára is, meg arra, hogy mindent, amit olvastok, nem minden úgy van, ahogy le van írva. Tessék fönntartással olvasni ezeket az internetről, mert nem is beszélve, mert annyi baromságot írnak, hogy az katasztrófa. Tehát jegyezzük meg, hogy fiatal méhek nélkül nincsen következő generáció. Ezért van az, hogy egy régóta anyátlan családnak hiába adsz anyát. Ott fias keretet is kell adni ahhoz, hogy ebből legyen valami. Tehát a fiasítás nevelő képességről ennyit, rajzási hajlam az az éveken szerint változik, de hozzá kell tenni, hogy a rajzás az a természet, a méhek és a méhész hibájával fog kialakulni. Ha a méhész ezt előre látja a rajzást, tudja kezelni a történetet. És mi a rajzás jele? Nem a bölcsők megjelenése, kérem szépen, hanem a kiterjedt herefiasítás megjelenése, az a rajzás első jele. És akkor kell gondolkodni, hogy hogyan tovább. Ha a kiterjedt herefiasítást megnézed, adsz még helyet az anyának, hogy legyen hol petézni, adsz még műlépet, hogy legyen mit építeni, veszel el mézet, hagyod, hogy ugye, vagy netán túlszaporodott a méhcsaládod, veszel 3 keretet el tőle méhekkel együtt, vagy fiasítással együtt. Ez mind a lehetőségek körében ott van. Amikor már a bölcsőkezdetek ott vannak, és bepetészte az anya a bölcsőket, visszafordíthatatlan az állapot. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy eszedbe ne jusson a bölcsőket lerombolni. Mondom, mit kell csinálni. Az öreg anyát elveszed, 2 kereten, 3 kereten elteszed valóba. És hagyod a családot, hogy a rengeteg bölcsőből ugye ki kell majd valamelyik, és akkor lerajzik. Figyeld meg, hogy ha ott van az öreg anya, akkor még ki se kelt az első anya, az öreg anya már hússá elrepült egy néptömeggel együtt. Ki kell az első bölcső,
picit körülnéz, negyedik, ötödik óra után még nem tud repülni az anya, másnap fog tudni először repülni, de a többi anya nem kell még ki, hanem bent a bölcsőben ott van. Hús második, ezt tudják lányrajnak vagy utódrajnak, unokara is van, az is elmegy. Amikor a mély családban beállt az, hogy most már alig vagyunk bent, pont éppen takarjuk a kereteket, akkor egy nagyon érdekes dolog történik. Sok-sok bölcsőben előkészülve ott van az anya kikelésre készen. Eddig miért nem keltek ki? Mert a mély család nem adott rá jelet. Egyszer csak azt látod, hogy na most megkapta a jelet, vagy éppen te kivetted azt a keretet, ami bölcsős, kelés előtt van, és figyeld meg, a szemed láttára 5-6 bölcső hip-hop kikel, nem tudod, a gyufás dobozba is tettél már 2-3-at, nem tudod hova őket elpakolni. Mert mi történt? Azt a jelet megkapta, hogy kikelhetünk, és ahogy kikelnek ezek az anyák, mit fognak csinálni? Egymásnak esnek, és azon iparkodnak, hogy ők győzzenek, a gyengébbik meg vesszen oda. Van, amikor olyan tökéletesen sikerül a csata, hogy mindegyik anya elpusztul, mert kölcsönösen egymást leszúrták. Tehát mi az eredménye? A méhész egy óriásit veszített. Ha az öreg anyát elveszed, rögtön ezzel a folyamattal kezdődik. Tehát nem fognak ugye leányraj, utódraj egyéb kibocsátani, hanem alig várják, hogy na kikeljen az első anya, kikelt az első anya, ő mit fog csinálni? Körbe megy a bölcsőkön, szépen leszúrja, a méhek ebben segítenek neki, kitakarítják a bölcsőket, marad egy anya is, gyakorlatilag a folyamatot megóvtad. Tehát nem az a megoldás, hogy neki fogsz bölcsőzni. Eszedbe ne jusson, főleg egy 80-as, 100-as állománytól tömeges rajzásra készülnek, ott ez a megoldás. És tegyük fel a kérdést, ki termel többet? Az elrajzott család vagy a raj? Hát a raj. De ott maradt a raj a kaptáradba. Tehát itt jön az, hogy tessék gondolkodni, a méhészetet átgondolni. Az időjárás megváltoztatni nem lehet, ezért alkalmazkodni kell hozzá, és az alkalmazkodás annyit jelent, hogy a hordástalan időszakban bizony etetni kell, bocsánat fordítva. És a technológiai változtatásokhoz hozzátartozik, hogy mit mondtam 2023-ra, mit jósolok? 40-60%-os méhveszteséget. Miért? Mert a fehérjetestek, zsírtestek olyan vékonyak, hogy egyszerűen nem képesek átterelni. Kivéve a gyevi bírót. Mert mindig van kivétel. És ilyenkor jön az, hogy kérem szépen, ha valakinek van zárt helyi tereltetésre lehetősége, azt higgyétek el, hogy az ilyen családok is gond nélkül átterelhetők. Átteleltethetők. Miért? Mert biztosított számára, hogy legyen egy fiasításmentes időszak, legalább 60 napos vagy még hosszabb időszakra. Mit kell csinálni? Azt kell figyelni, hogy a lazafűrt, tömötfűrt állapot kezd kialakulni, most már egyre gyakrabban lesz tömötfűrt, főleg, hogyha az éjszakai hőmérsékletek 0 fok alá fognak csökkenni. Tehát november végén, december elején bekövetkezik az a nap, amikor egyszer csak azt látod, hogy tömötfűrtben vannak a méhek, a pincébe lehordhatók, vagy a kamrába behordhatók, és ennek a pincének, ugye, minek kell, nyugalom van, megfelelő hőmérséklet, kevesebbet fogyasztanak a méhek, mint a kintiek. 2-3 kilóra szokott ez a tereltetőben lévő zárt helyi tereltetésnél a téli mézfogyasztás csökkenni. Kint mennyi volt 2021-ben, akinek, meg 21-ben, akinek kaptárja, mérleges kaptárja van? 7-8 kiló. 2022-ben ez 11 kilóra fölemelkedett. Eszméletlen volt a téli fogyasztás. Pont amiatt, hogy a méhek nem tudtak nyugalomba kerülni. Na most a kivitelezés tekintetében nagyon fontos, hogy zajos tevékenység nem folytatható, ne tároljunk más az épületbe, beteszel 2 zsák krumplit. Következő évben a mézet krumpli illatú lesz. A méz nagyon gyorsan átveszi a különféle illatokat. Benzin, egyebek nem tárolható. Nem lehet dohos a pince, ezért ki kell meszelni. Ezt van, aki nem érzi azt az ízt, de higgyétek el, hogy ez így van, tehát aki jobban kiérzi az ízeket, az észreveszi. A hőmérséklet páratartalommérő felszerelése, stb. És egyet jegyezzetek meg, a méheknek a levegő igénye óriási.
Ezért a pince szellőzését úgy kell biztosítani, hogy kaptáranként 8-10 négyzetcentiméter szellőző felület legyen. A külső levegőnek a beáramlását biztosítani kell, ezt legjobb ilyen kürtőkkel megoldani, légző, tehát levegő kürtőkkel. És a lényeg az, hogy fénycsapdaként kell ez működjön, tehát fény nem mehet be, mert a fény kivonza a méheket. Zökkenés nélkül lehordod őket, akár 2-3 magasságba is, torony magasságba is rakhatod ezeket a kaptárakat. A kaptár folyósók között 15-20 centi légrésnek kellene, hogy a levegő átjárja. A kétfajta lehetőséged van, ha a páratartalom alacsony, száraz a helyiség, tehát nem egy földes pince, ami folyamatosan párolog alulról, ott a -2-0 fok hőmérséklet az ideális. Azonban, hogyha páratartalom magas, 80-90%, akkor a 6-8 Celsius fok elegendő. A 6-8 Celsius fok az kérem szépen nagyon ideális. Mondok egy példát, van egy földbe vájt pincéd szellőztetéssel. Ez a téli időszakban biztosítható sima szellőztetéssel ez a 6-8 fok. Mert ha bezárod a pinceajtót, akkor bemarad a 10-11-12 fok. Ha kinyitod, főleg esténként, meg olyan a kürtő, hogy árnyékban van ez a kürtő, akkor nem emelkedik 6-8 fok fölé a pincének a hőmérséklete. Fontos, hogy a méhek viselkedését folyamatosan, hetente legalább egyszer ellenőrizni kell. Ha azt hallod, lemész a pincébe, hogy hú, ezek kipusztultak, megijedsz, mert olyan csöndben vannak. De megkopintod a kaptárat, és visszaválaszolnak a méhek, az a jó. Tehát, ha csak egy gyönge, döngicsérés hallatszik, és nem hallasz többet, akkor a zárt helyi tereltetés az jól működik. Ha bármi zúgást vagy egyebet hallasz, akkor meg kell nézni a hőmérsékletet, páratartalmat, garantálom, hogy a hőmérséklet felszaladt 10-11-12 fokra. Ilyen esetben nagyon egyszerű a történet. Nem kell megijedni. Hozol 5-6 nagyobb, ilyen 5 literes nagyságú jégtömböt, az visszahűti ezt a pince hőmérsékletet. Ha ezt ráadásul úgy teszed, hogy el is tudjon párologni, tehát levágod róla a külső fóliát, és akkor csak így teszed be a jégtömböket, akkor a párolgási hő is rengeteg vizet, vagy hőt el fog vinni, és vissza lehet hűteni a hőmérsékletet. Itt le van vezetve, hogy 1 kg jég olvadása mennyi hőt von el, a párolgás meg még többet. Tehát nem elég az olvadási, még a párolgási hőt is adjátok hozzá, hogyha ezt jól csinálod. És gyakorlatilag 6 kg jég olvadása biztosítja az 1 kg méz fogyasztásának a kompenzálását, ha a szellőztetés önmagában nem elegendő. Így néz ki a pince, nem lépcső rézsű. A rézsű azért jó, mert ugye Molnár talicskával könnyen, és nézzétek meg, ott vannak fönt a kaptárak már oda készítve, hogy ne kelljen csak néhány 10 métert szállítani ezeket, és ha a növényzetet megnézitek, ez már fagy volt, itt a fagy már elvitte, itt ez egy, ez a ámorfa, és az ámorfának a levele is már régen lehullott, tehát itt még itt érdekes módon a fagy a alsó részben nem tudott dolgozni, mert az fű még zöld, de az oldalában ez az ablakon lévő rács azért olyan világos ott, mert vakuval készült a kép, de itt egy fénykürtő van, az azt jelenti, hogy így jön a, meg van törve gyakorlatilag, a fény nem tud beáramlani, csak a vaku miatt ilyen. És a legfontosabb kép, ezt jegyezzétek meg, minden évben a pincét előzetesen méztejjel ki kell permetezni. A méztej a oltott méznek a oldata. Ezt lehet csinálni háti permetezőbe, beleteszed, kiveszed a szűrőt, pillanatok alatt, egy 5-10 perc alatt egy pince permetezés, tehát festése megvan. Miért fontos ez a meszelt fal? Mert a meszelt fal nem ad semmiféle idegen szagot, nem lesz dohos a pincéd. A másik, hogy a mész a gombákat eltaszítja, gombák a meszet kerülik. És nem fog a kaptárad lepenészedni meg egyebek. Ha rosszul csinálod, akkor a méz, még egyszer mondom, dohos ízű lesz.
És összefoglalva a méhészeti eljárásokat, amit javaslok, hogy fontoljátok meg, az akácélet méhcsalád harmadik hó elsőjétől serkentés, atka, számlálás, beavatkozás. Az atka elleni védekezés sokan egy túldimenzionálják, fogalmazzunk így. Azt hiszik, hogy azon múlik, hogy melyik az az új típusú szer, ami csodaszer, és beteszem a kaptárba, és az atkákat elviszi. Ilyen kérem szépen nincs. De mondom, mi a csodaszer, a számlálás. Ha a kritikus atkaszámot arra az időszakra elértem, azonnal be kell avatkozni. Mivel avatkozol be? Kérem szépen, prompt, azonnalható füstölés, ködölés, vagy biológiai módszerek, amelyek ellen nincsen rezisztencia. Ha a fiasítás nyári időszakban megszünteted, logaritmikus az atka szaporodása, van fiasítás, de logaritmikus az atka csökkenés, hogyha nincs fiasítás. A másik, ami szintén a technológia része, mindig figyeled a nyitott fiasítást. Ha másfél keret alá csökken, mit kell csinálni? Helyet biztosítasz, mert lehet, hogy az a baj, hogy nincsen hely, vagy táplálékot kell biztosítani, hogy legyen megfelelő serkentés, hordás. A másik, friss táplálék mindig legyen a keretekbe. Mit jelent a friss táplálék? Az, hogy megfordítod a keretet az oldalára, és csúran csöppen belőle a friss nektár. Ha ez nem következik be, mondom, mi a következménye ennek. Ha a friss nektár, ez a csúran csöppen elmarad, akkor a méhek tehát a napok óta akkor nem volt hordás, tudomásul kell venni. A nyitott méz mindig azt jelenti, van napokon belül hordás volt. Ha nem volt hordás, az első reakciója a méheknek mi lesz? Kanibál módjára elfogyasztják az 1-2-3 napos álcákat, és a fiasítást lekorlátozzák egy alacsonyabb számra. A negyedik napost általában már meghagyják. Mit eredményez ez? Az, hogy lehet, hogy volt fiasításod, de hip-hop el fog tűnni. És gyakorlatilag, amit mondtam, az bekövetkezik, hogy pár hét múlva ez problémát jelent. A másik, ami nagyon nagy probléma, ha nincsen nyitott méz a kaptáron belül, tedd föl magadnak a kérdést, de még virágpor esetleg volna odakint, és mégse repülnek ki virágporért. Hát persze, hogy nem, majd hű lesz kimenni a méhecske elpusztulni. Ugyanis ha nem tudja híg nektárral megtölteni a mészójagját, tehát a kirepülés előtt, akkor inkább ki sem megy. És virágport se hozza be. Figyeld meg, hogy nem volt csillivilli méz a kaptárba, megöntöd őket este, 6 óra, 7 óra körül, amikor már nem nagyon röpülnek a méhek, fél liter szörppel, másnapra lesz csillivilli kis nektár. Ha megszámolod előző nap, hogy egy perc alatt hány virágporos méhecske jön haza, meg fogod látni, hogy másnap meg 5-6-szor annyi jött haza. Mert semmi más nem csináltál, csak biztosítottad számára azt az üzemanyagot, amivel ő a virágporért ki tud szállni. Ugye a méhek első helyen a gyűjtés során a vizet és a nektárt részesítik előnyben, másodjára megy a virágporért. Ha nincs a nektár virágpor, akkor mármint víz nektár, akkor bizony a virágporért sem megy ki. Ilyen egyszerű a történet. Tehát mit eredményeztél ezzel, hogy van friss táplálék? Mindig lesz, kérem szépen, annyi virágporod, ami a fiasítás neveléséhez szükségeltetik. A másik méhész meg azt mondja, hogy hát a franc, aki belecsap, összementek a méheim. Persze, mert ezt a trükköt nem tudja, hogy a friss táplálék, ha hiányzik, akkor ő neki vagy vándorlás kell egy jó legelőre, vagy etetés kell. Nozéma, kérem szépen, folyamatosan célszerű figyelni. A nozéma nagyon alattomos betegség. Régen ugye hasmenéssel jelentkezett, amíg a nozéma apisz volt, és főleg tavaszra korlátozódott. Mióta a nozéma cereana elterjedt világszerte, azóta nyári nozémáról is beszélni kell. A nyári nozéma azt jelenti, hogy szezonon kívül bármikor, amikor kapsz egy mérgezést, kapsz egy hordástalan időszakot, a nozéma előkerül. És egyet elmondok a nozéma spóra szaporodásával kapcsolatban. Ugye, azt kevesen tudják, hogy a nozéma apisz
Amikor megfertőzte a hámsejtet, negyedik napra ez a hámsejt elpusztul. Legvégül teli lesz nozéma spórákkal. Amikor teli van ez a hámsejt nozéma spórákkal, a hámsejt egész belevált, és a bél lumenében az egész belevált hámsejt ott maradt, átkerült az ürülékhólyagba, az ürülékhólyagba nagyon sokáig ebbe a hámsejt hártyába védett állapotban ott maradt. Miért volt fontos ez a nozéma apisznak? Mert ő főleg tél végén indult el a tavasz elején, tavasz elején. A méhek még nem ürítkeztek, és gyakorlatilag kaptárba, ha ürítkezik, akkor mi történik? Nagy baj, mert fölnyalják ezt az ürüléket, és tömeges nozéma lesz belőle. És a nozémának ezt tudnia kellett, ez volt a szaporodásának a feltétele. Mi a helyzet a nozéma ceránával? A nozéma cerána az egész más kórokozó, ugye több a csavarulatok száma, ezért hosszabbra ki tudja lőni azt a kis filamentumot, amin keresztül a két magú spóra, az, tehát a két magja ilyen amöboid mozgással bevándorol a hámsejtbe. Előtte egy vastag fehérje hártyát kell átlőnie, mint egy lándzsával, és úgy tud fertőzni. Na most a nozéma ceránának a spórája, amikor megfertőzte a hámsejtet, szintén negyedik napra elpusztul, de nem a hámsejtbe védetten válik le, hanem ez a hámsejt fölrobban. És ez a gond. Fölrobbant a hámsejt, a rengeteg spóra kiszabadult, és hova fog kerülni? A peritrofikus hártyának az alá, és a rengeteg hámsejtet azonnal fertőzni tudja, mert ennek a spórának érési folyamaton nem kell átesnie. Gyakorlatilag azonnal szőnyegszerűen befertőzte a hámsejteket. Ennek a méhecskének annyi. Gyakorlatilag megindul egy fordított folyadékáramlás, stb. Nem akarom részletezni, de esélye nincs a gyógyulásra. Ezért a betegséget megelőzni sokkal könnyebb, mint gyógykezelni. Most a gyógykezelés szempontjából mi jöhet szóba? Például a fumagirinnek a hatékonyságát úgy képzeljétek el, hogy a hámsejtbe bejutott spórának a szaporodását lassítja, nem biztos, hogy végigmegy a folyamat, gyakorlatilag lehet, hogy elakad a folyamat abban a stádiumban, hogy még a fehérvérsejtek át tudnak vándorolni a sejthártyán, nozéma spórákat elpusztítják. De ha tömeges fertőzés kialakul, a fumagirin semmit nem ér. És itt jönnek azok a kérdések, hogy miért hat például a lósóska vagy a fehérüröm? Nagyon egyszerű. Mert ezek az anyagok, amelyeket kiválasztanak, a nozéma spórákat ugyan nem, de a fejlődési alakokat öli. Nem a fejlődését blokkolja, meg fogja meg, hanem öli. És ezért van az, hogy a lósóskával eredményesen lehet például a nozéma ellen védekezni. Az állattenyésztésben is a lósóskát régen a sertéseknél, különféle állatoknál bélgyulladás esetén használták, főleg akkor, hogyha egysejtű véglények okozták a bélgyulladásokat. Tehát a nozéma esetében még egyszer mondom, hogy a nozéma kialakulását, ha nézem, könnyebb megelőzni, és mi a megelőzés titka? Kérem szépen, normális fehérje ellátás, magyarán. Jött a hordástalan időszak, megetetett szörppel hordja a virágport, lesz elegendő fehérje, és a nozéma nem tud labdába rúgni, mert vastag a peritrofikus hártya, amelyek többsége ellenálló, nem érzékeny rá, nem tudott befertőzni. Aztán a rajzás, munkanélküliség, szaporítás, és a szaporításnál tegyed föl a kérdést magadnak. Jó az a szaporítási mód, hogy te kaptáranként egyesével mindig végignézed, hogy milyen az anya, milyen a most lecserélem, most ezt csinálom. Vagy azt mondod, hogy van egy telephelyem, és a telephelyen egy munkaművelettel, egységesen, egyfajta beavatkozással hirtelen a szaporítást is elvégzem, meg az atkáleni védekezést is elvégzem, meg elvégzem, kérem szépen, a vírus visszaszorítást is. Sőt, termelés szempontjából is előre lépek, mert itt én nem szeretnék úgy elmenni ebből a világból, hogy sok mindent, amit tudok, ne adjam át nektek.
De tegyük föl azt a kérdést, és miért azt mondani, hogy az első és a második akác közötti időszakra kell a szaporítást tenni? Mikor a legegészségesebbek az új anyák? Hát pont ebben az időszakban. Tehát amelyik anyától én komoly teljesítményt várok, mikor kell elő? Amikor a legjobb a természeti adottság számára, hogy... Mert ezeket, ha nézd meg, a repce végén, az akác elején állítottad elő ezeket az anyákat, van virágpor bőségesen, a család kiterjedése is ott van, hogy rengeteg fiatal még van, stb. A másik, amit föl kell tenni kérdésként, miért pont a második és az első akác között célszerű ezt megtenni? Termelés szempontjából tessék gondolkodni. És tegyük már föl a kérdést magunknak. Egy méh család termelése, hogyha 2 kiló gyűjtő méhed van, mikor a legnagyobb? A 2 kiló gyűjtő méh nem változik. Van egy anyás családod, van egy anyátlan családod, van egy szűzanyás családod, van egy friss anyás családod, ami már petézik. Ugye kiesett, aki anyátlan család, az termelni alig fog. Mert az ideges az következő kérdésként, hogy melyik fog többet termelni az anyás családok közül? Az, akinek van egy 1 éves anyja, 2 éves anyja, 3 éves anyja. Ugyanaz a méhtömeg, még egyszer, amit gyűjt, hát kérem, nagyon egyszerű, nyilván a fiatal anya az többet. De tegyük fel a következő kérdést. A szűzanyás család termel többet, vagy a petéző anyás család? És megdöbbentő a válasz, hogy a szűzanyás család. És a magyarázat nagyon egyszerű. A gyűjtési kedvet mi határozza meg? A méh tömeg? Nem, kérem szépen, láttátok, az anyátlan család szinte semmit nem gyűjt. Kérem szépen, a gyűjtési kedvet is az anyatermék nagyon erősen hat rá. Minél magasabb az anyatermék a családban, annál nagyobb a gyűjtési kedv. És ezért van az, hogy 2 kiló gyűjtőméh 1 éves anya jobban teljesít, mint a 2-3 éves anya. Nem csak a fiasítás miatt, hanem gyakorlatilag ezt így be lehet lőni, kísérletekkel meg lehet játszani. De ami megdöbbentő, hogy a szűzanyás család másfélszer többet gyűjt, mint a anyás család 2 kiló gyűjtőmével együtt. Miért? Mert a szűzanyának, kérem szépen, 4. órában elkezdődik, mutatom a grafikonon az anyatermék termelése, így ugrik fel az 5. napig, éri el a csúcsát. Miért az 5. napon éri el a csúcsát a anyatermék? Hát gondoljatok a logikára, 5. nap megy ki párzani, a herének meg kell találja, ő nekik egymásra kell találni, sőt az anyának a here gyülekező helyre oda kéne repülni, ő meg a here feromonokat érzi. És érdekes módon ez a repülés, amit megtesz a méhecske, a repülése miatt széndioxid szintje fölugrik a szervezetébe. A széndioxid szint, ahogy fölugrott, az anyatermék termelése így csökken, és amikor petézik, már csak itt tartunk, és nagyon sokáig, egy évig szinte azonos, aztán szépen fog csökkenni folyamatosan, hogy öregszik az anya, és legvégül ugye szinte a nullára lemegy. Tehát ha ezt megértettük, akkor azt kell mondani, hogy ha a második akácra, ami igazából a minőséget tudja képviselni, színre is tudjátok, meg mindenféle szempontból a második akác igazából a értékesebbik, akkor a szomszédhoz képest másfélszer annyi mézet tudsz termelni 2 kiló gyűjtőmével. Csak annyit tudtál, hogy szűz anya van a családban. Milyen szűz anya? Mert az második akácra, amikor fölmész, az első 5 nap az érdekes, a 6. nap általában már csökken a hordás, 1-2 kilóra ilyenkor már leszokott csökkenni, aztán szépen 1/2 kilót még hozza, de a dandár időszakban, amikor a gyűjtésnek a legjavát ugye teszik a méhek, egy magas anyatermék szintet állítottál elő. Mi kell hozzá? A vándorlás estején kap egy bölcsőt az a család, aki előtte már 2 fele volt rekesztve, alul volt az első akác előtt 7-10 nappal előtte alulra rekeszted az öreg anyát, az anya rács alá. Közben az anya, az öreg anya, mert 3 nyitott fiassal letetted, kiterjesztette a fiasítását 7-8 keretre.
alul. Ez életképes lesz, hiszen a dajkamélyeknek a többsége odahúzódik. Ezt a kaptár háta mögé egy méterrel hátrébb teszed, egy új kiárót, meg úgy új aljat, tehát új aljtetőt kap. Az előtte való részben meg az összes gyűjtömék napközben még visszarepül, este megkapja a bölcsőt, fölmész a második akácra. Ugye, ha a bölcsők ügyesen lettek előállítva, akkor másnapra kikelnek, mert úgy van ütemezve. És mit csináltál? Ott van a rengeteg szűzanya, ott van a, és a mély család, hogyha ott van egy fiatal szűzanya, csodákra képes. És ugye három fiókon fölmenti, negyedik fiókot fölviszed egy-két napon belül, a három-négy fiókot teli tudja dobni akácmézzel a család, ha hiszitek, ha nem. És nem kell hozzá több, egy jó 2 kiló gyűjtömék, meg nyilván másfél kiló még van bent, aki a belső munkákat elvégzi. És kérem szépen, ezzel nem csak a termelést tudod fokozni, hanem mit értél el? Lesz egy fiasításmentes időszakod pont a csúcsfejlődés időszakában. Az atkák kikelnek a méhekkel együtt. És most jön a lényeg, rajállapotba hozott családnál, rajoknál vizsgálták, hogy az atkák 80-90%-a 14. nap körülre nem tudni miért elpusztulnak, eltűnnek. Vagy azért, mert a fertőzött méhecske öngyilkos módon viszi az atkát magával és elpusztul, vagy a jóik tudja mi miatt, de ez működik. Ha netán te még azt nem sajnálod azt az egy munka folyamatot, hogy amikor negyedik napos fiasítás körüli időszakban még az atkák nem tudnak bebújni, mert az 5. napi fiasítás alá tud bebújni, ami pete 3 napig tudjátok, meg még 5 napot hozzátok, már 8 napnál tartunk, meg mire az anya petézik 10 nap, 18 napnál tartunk. És egy füstöléssel el tudod rendezni az atkákat kényelmesen, nem kell neked tartós hordozóba gondolkodni, meg ilyen drága szerekbe, hanem csináltál egy füstölést, 60 forintból, vagy mit tudom én mennyiből megoldottad, és el van felejtve a történet. Na most mi még itt a lényeg? Nem csak az, kérem szépen, hogy megszabadultál az atkáktól, hanem tegyük fel a kérdést, hogy van egy csomó fajta fiasítás betegsége. Fiasítás betegsége nem csak a nyúlós költésotadás, mint ahogy sokan leegyszerűsítik. Tömlős költés betegség, akkor a hevenyparalízis, idült paralízis vírusa, a szárnydeformitás vírusa, mind a fiasításban is szaporodik, és tönkre is teszi. Sokszor van olyan, hogy nem kell ki a fiasítás. Kibontod, látod, hogy nem tudni mi miatt elpusztult, sokszor megfázott, meg egyebek. De a fiasítás betegségek is visszaszorulnak, a nozéma is visszaszorul. Érdekes módon, hogyha egy korosztály kimarad, akkor ezek a járványos betegségek önkorlátozódó jelleggel visszaszorulnak. A vírusos betegségek is. Tehát, hogyha valaki azt látja, hogy a szárnydeformitás vírusa egyre nagyobb károkat okoz a méhészetemben, ezt a technológiát elvégzi, 1-2-3 évig nyugodt lehet, nincsen újból nagy problémája. De hogyha ezt kihagyja, mondom a következőben 30, következőben 40, rá következőben lehet, hogy az egész állománya kimegy a szárnydeformitás vírusa miatt. És nem is az atka vitte el a méheket. Sok méhész, amikor beszélgetek velük, mondja, hogy az atka elvitte a méheimet. Visszakérdezek meg, megnézem az állományát, hogy mennyi atka van. Aztán, amikor kibontjuk a fiasítást, látjuk, hogy teli van vírusfertőzéssel. Az nem az atka önmagában, az az atka vírus komplex betegség. Persze, hogy az atka vitte el, de az a vírus tette le a pontot. Tehát a szaporítás tekintetében tessék megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy napraforgón ráérek, és akkor szaporítok, vagy visszapótolom az anyákat. Állomány szinten egy-egy telephely, amikor működik, nyugodtan ezt az első, második, vagy a főtermelés, nem tudom nálatok a főtermelési időszak, hogy áll, mint áll, hogyan szoktatok vándorolni, de egy jó vándorlással ez nagyon jól összeköthető. És azt hiszem, hogy végig is értünk. Csak még annyit, hogy biztos hallottátok, hogy a Brazília ugye régóta fertőzött, Dél-Amerika régóta fertőzött atkával, Ausztrália volt az egyetlen mentes kontinens a varroától. Most már Ausztrália is befertőződött. Én 2 évvel ezelőtt már ezt mondtam,
akkor még el tudták titkolni valameddig az ausztrálok, de az ottani cikkeket, amikor olvassa az ember, és elkezdenek az atka elleni védekezéssel úgy foglalkozni, hogy hajón behozták, de stamping outolták, mármint kiirtották azokat a térségeket, ahol megállapították, akkor nagyon jól tudtuk, hogy ez nem lehet tökéletes, és előbb-utóbb elindul a fertőzöttség, tehát gyakorlatilag nincs már az atka szempontjából mentes terület a világon, hanem gyakorlatilag néhány sziget kivételével gyakorlatilag a jelentősebb méztermelő országok befertőződtek. Köszönöm szépen a figyelmet!